Ingyenesé teszi jövő júliustól a KRESZ tanfolyamot és vizsgálta a kormány a 20 év alatti fiatalok részére. Balogh Zoltán szerint a visszatérítés 25 ezer forintig jár, és akkor is igényelhető, ha valaki a KRESZ vizsga után nem megy rögtön a gyakorlati oktatásra. Az utólagos visszatérítést elektronikusan is lehet majd igényelni, az ezzel kapcsolatos teendőket a Magyar Államkincstár intézi. Ha ezt látják, az adott útszűkületben elsőbséget kell adni a szembe jövő járműnek. Ha pedig ezt, az útszűkületben a járműnek van elsőbsége a szembe jövő járművel szemben. A legtöbben a táblákkal és jelentésükkel a KRESZ vizsgán ismerkednek meg, évente nagyjából 100 000-en, 80%-uk pedig 20 év alatti fiatal. Sok osztálytársamnak már van, és sokan tervezik is. Mit gondolsz, hogy miért lesz jobb, hogyha lesz jogosítványod? Hát talán könnyebben tudok közlekedni, főleg a hidegben. Jövő júliustól a 20 év alattiaknak a kormány 25 ezer forintig megtéríti a KRESZ tanfolyam és vizsga árát. Balogh Zoltán szerint azért született a döntés, mert sok fiatalnak kihívást jelent anyagilag a jogosítvány megszerzése. Nagyon fontos ez a mobilitás szempontjából, ennek vannak munkaerőpiaci vonatkozásai is, és az sem elhanyagolható szempont, hogy ez növeli a közlekedés tudatosságot. Tehát egyértelmű, hogyha valaki nem szerzi meg a vezetői engedélyt, hanem csak a KRESZ vizsgát teszi le, és utána még vár, akkor is kifizetjük ezt a KRESZ vizsgát, és akkor legalább a KRESZ-ben tájékozottabb, de természetesen utána el tud jutni a vezetői gyakorlatig. Ez egy utólagos visszatérítés a sikeres KRESZ vizsgát követően. Lenyomtam az órákat, és utána a CD-t vásároltam, és abból tanultam meg, és sajnos csak másodszorra ment át, mert elsőre 64 ponttal, 1 pont híjjel megbuktam, de az a saját linkségem miatt, de egyébként CD-vel a legjobb tanulni. Bukás esetén a második vizsgát természetesen már nem fizeti ki a kormány, jogosítvány szerzésnek pedig a következő a menete. Be kell iratkozni egy autós iskolába, tehát úgy kezdődik, hogy egy autós iskolába szerződést kell kötni, orvosi alkalmasságit kell csináltatnia, KRESZ tanfolyamon kell részt vennie, a KRESZ tanfolyam után vizsgáznia kell KRESZ-ből, ha sikeres KRESZ vizsgát tett, akkor gyakorlati oktatásra kerül sor, a gyakorlati oktatásnál, B kategóriánál ez 580 km, illetve 30 óra megléte. A jogosítvány kiadásának feltétele az első segélyvizsga is, mindezt pedig jelenleg az oktató szerint összesen 180 és 300 ezer forint közötti összegből lehet kihozni. Ez persze autós iskola és tanuló függő.